23. rész. És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz, és kezdék őt vádolni, mondván, úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivel hogy ő magát a ma király Krisztusnak mondja. Pilátus pedig megkérte őt, mondván, te vagy-e a zsidók királya? És ő felelvén néki mondta, te mondod. Mondta pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak, semmi bűnt nem találok ez emberben. De azok erősködének mondván, a népet felzendíti tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig. Pilátus pedig Galileát halván megkérdé, vajon galileai emberé ő. És mikor megtudta, hogy ő a Heródes hatósága alá tartozik, Heródeshez küldé őt, mivel hogy az is Jeruzsálemben volt azokban a napokban. Heródes pedig Jézust látván igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz. Kérdezé pedig őt sok beszéddel, de ő semmit sem felelt néki. Ott állanak vala pedig a főpapok és az írástudók teljes igyekezettel vádolván őt. Heródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minek utána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz. És ezen a napon lőnek barátok egymással Pilátus és Heródes, mert azelőtt ellenségeskedésben valának egymással. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén mondanékik. Idehoztátok nekem ez embert, mint aki a népet félrevezeti, és éme, én ti előttetek kivallatván semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, amivel őt vádoljátok. De még Heródes sem, mert titeket ő hozzá igazítálak, és íme semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. Megfenyítvén azért őt elbocsátom. Kell vala pedig elbocsátani nékik ünnepenként egy foglyot. De felkiálta az egész sokaság mondván, vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást! Ki a városban lett valami lázadásért, és gyilkosságért vetetett a tömlőcbe. Pilátus azért ismét felszólalt, el akarván bocsátani Jézust, de azok ellene kiáltának mondván, feszítsd meg őt! Ő pedig harmadszor is mondanékik, mert mi gonosz tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne, megfenyítvén azért őt elbocsátom. Azok pedig nagy fennszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszítessék, és az ő szavuk és a főpapoké erőt vesz vala. És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, amit kérnek vala. És elbocsátá nékik azt, aki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlőzbe, akit kértek vala, Jézust pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak. Mikor azért elvivék őt, egy szirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, akik gyászolák és sirották őt. Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. Mert íme jönnek napok, melyeken ezt mondják, boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak. Akkor kezdik mondani a hegyeknek, essetek mireánk, és a halmoknak, borítsatok el minket. Mert ha a zöldelő fán ezt mivelik, mi esik a száraz fán? Vivének pedig két másikat is, két gonosztevőt ő vele, hogy megülessenek. Mikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájuk sorsot, és a nép megállon nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egybe mondván:
egyebeket megtartott. Tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek a ma választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki. Ha te vagy a zsidóknak a ma királya, szabadítsd meg magadat! Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel. Ez a zsidóknak a ma királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt mondván. Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magad, minket is! Felelvén pedig a másik megdorgálá őt mondván. Az Isten sem féledéte, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük. Ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. És mondta néki Jézus, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind 9 órakorig. És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezeidbe teszem le az én szellememet. És ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíti az Istent mondván, Bizony, ez ember igaz vala. És az egész sokasság, amely a dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtére. Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, akik Galileából követék őt, távol állának nézvén ezeket. És ímé egy ember, kinek József vala neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú, ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimatiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát, ez odamenvén Pilátushoz elkéri a Jézus testét, és levévén azt, begöngyöli azt gyolcsba, és helyezteti azt egy sziklába vágott sírboltba, melybe még senki sem feküdt. És aznap péntek volt, és szombat virada rá. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézik a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint. Huszonnegyedik rész. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találák. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé 2 férfiú áll a melléjük fényes öltözetben, és mikor ők megrémülvén a földre hajtják orcájukat, azok mondának nékik, Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem föltámadott. Emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt. Mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és 3. napon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól, és visszatérvén a sírtól elmondák mindezeket a 11-nek, és mind a többieknek. Valának pedig Mária Magdaléna és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ővelük, akik ezeket mondák az apostoloknak. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nékik. Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott, és elméne magában csodálkozván a dolgon. És íme azok közül 2 mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 futamatnyira volt, melynek neve volt Emmaus, és beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton.
de az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik: micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondanék ki: csak te vagy én jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban a napokon. És mondanékik: micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: amelyek esének a Názáretbeli Jézuson, ki próféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt, és mi módon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, kik velünk valának, elmennének a sírhoz, és úgy találák, amint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És ő mondanékik: ó, balgatagok és restszívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak! Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala, és ő úgy tűn, mintha tovább menne, de kényszeríték őt mondván: maradj velünk, mert immár beest veledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megszegvén nékik adá. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt, de ő eltűnt előlük, és mondának egymásnak: avagy nem gerjedezetté a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat? És felkelvén azon órában visszatérjének Jeruzsálembe, és egybe gyűlve találák a 11-et és azokat, akik velük valának, kik ezt mondják vala: feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak, és ezek is elbeszélik, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről. És mikor ezeket beszélik, megáll a maga Jézus ő közöttük, és mondta nékik: békesség nektek! Megrémülvén pedig és félvén azt hívék, hogy valami szellemet látnak, és mondta nékik: miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van. És ezeket mondván megmutatá nékik kezeit és lábait. Mikor pedig még nem hívének az öröm miatt, és csodálkozának, mondanékik: van-e itt valami ennivalótok? Ők pedig adának néki egy darab sült halat és valami lépes mézet, melyeket elvőn és előttük evék. És mondanékik: ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik: így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És íme én elküldöm tireátok az én atyának ígéretét. Ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztatok mennyei erővel. Kivévé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket. És lőn, hogy amíg áldá őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe.
ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Amen.